Van egy mozdony, amit egyszerűen túl sokszor látok. Van egy mozdony, amit egyszer már majdnem megvettem, de mégse. Ez a mozdony, ez most itt van előttem, ebben a dobozban, és ezt a mozdonyt most ki fogom csomagolni, és meg fogom mutatni nektek, ugyanis ez a mozdony nem más, mint a Skoda 109e típus nevű, Messerschmitt Bece nevű mozdonya a cseh vasutaknak. Tartsatok velem a videóban, meg fogjuk nézni a mozdonyt, felrakom a pályára, egy kicsit megfuttatom, és elmondom nektek, hogy milyen tapasztalataim voltak vele. És íme itt van a mozdonyunk, a Trix Skoda 109e típus jelzésű mozdony, a cseh vasutak festésébe, a 001-es pályaszámú gép. Jellegzetes forma, jellegzetes színterv, egy Magyarországra napi szinten bejáró gépről beszélünk, ugye a 70-es vonalon húzzák leginkább a különböző nemzetközi gyorsvonatokat, igazándiból majdnem, hogy az összes itt járó nemzetközi gyors élére tökéletesen megfelel ez a mozdony. Ugye a metropolitánokkal járnak mostanság, illetve ők húzzák a Bátorit, a Metropol Euronight elé is ők jutnak, illetve régebben vitték a Hungáriát is, illetve a különböző EC-ket. Hát maga a mozdony így formailag nekem nagyon jól visszaadja az eredeti gépnek a jellegzetességeit, ugye ezt a egy nagy szélvédő, ez a döntött homlokfal, ez a jellegzetes ilyen lelógó első rész itt az ütközők alatt, a forgóvázak, illetve ugye a kis áramszedője, ami kicsit szokatlan, hogy ilyen kis egy kar van itt, nem az a tipikus magyar mozdonyokra jellemző áramszedő található rajta. Ezeket mind nagyon-nagyon jól visszaadja így külsőileg. Hát ha föntről indulunk, akkor itt ugye látjuk a mozdony tető berendezéseit. Nagyon szép munkát végzett ugye a Trix, itt a különböző kis szigetelők, illetve vezetékek az igazi mozdonynak megfelelően vannak leképezve. Ezek nem festettek, anyagában színezett dolgokról beszélünk, viszont nekem úgy tűnik, mintha lenne rajtuk egy réteg ilyen matt lak, ami azért egy picit segít itt abba, hogy kevésbé üssenek el egymástól a különböző anyagú dolgok. Mozdonynak egyébként maga a kasznia az fém, de itt ez a tető rész, ez egy műanyag betét, tehát ez a tetőpanel, ez egy ilyen műanyag betétként van betéve. Az áramszedők is egész jól sikerültek, masszív darabok egyébként, fémből van, teljesen fémből vannak. Áramszedése ugyan nem alkalmasak, viszont nekem így a videókat és a képeket nézegetve nagyon jól visszaadják az eredeti mozdonynak a jellegzetes áramszedőjét. Itt van még a mozdonyrádiónak az antennája, illetve elől a kürtök. Amiket hiányolok róla, és az eredeti mozdonyon ott vannak, azok a kürtökhöz tartozó vezetékek, azok itt futnak valamerre, ezek nincsenek rajta a modellen. Szellőzők is szépen ki vannak dolgozva. Ez úgy néz ki, ahogy látom, hogy van itt egy ilyen kis fröccsöntött műanyag alkatrész, és akkor ez van rátéve itt alul egy ilyen kis, nekem fémnek tűnik az a része a mozdonynak. Arra van így ráhelyezve. A mozdony oldala ugye ez a bordázott ilyen fém felület, itt van a cseh vasutaknak a logója. Én ezt úgy érzem, hogy ez egy ilyen rátett műanyag darab. Ugye a mozdony egészének a kasznia az fémöntvény. Ez a CD logó, ez műanyagból van itt rajta. Ahogy nézem, ez is anyagában festett műanyag, és ő is mintha kezelve lenne egy matt lakréteggel. Itt oldalt a vezetőfülkéknél a kidolgozásba már látszik ugye az, ami miatt annak idején ugye kicsit óckodtam a mozdonytól. Egy picit egyszerűbben vannak itt kidolgozva a dolgok. Ami a kasznival egybe van öntve, az gyakorlatilag itt ezen a kapaszkodón kívül minden. Tehát az oldalsó két kapaszkodó itt a fülkeajtó mellett is a kasznira rá van öntve. Itt a lépcsőknek ezek a helyei, ezek meg vannak csinálva, hogy be vannak mélyítve, viszont nem annyira, mint
az igazi mozdonyon, ott ezek jóval mélyebbre benyúlnak, illetve itt alul látszik ugye a fém kaszninak a tetejének, illetve az alváznak itt a találkozása. Ez eléggé markáns, ezt lehetett volna talán egy picit kisebb illesztési hézaggal is elkészíteni, de ez így sikerült. Egyébként oldalról nekem az jön le, hogy a formával jól eltalálta magát a Trix. Tényleg nincsenek nagyon kidolgozva a részletek, például itt a szellőzők is gyakorlatilag csak így belefröccsöntött alkatrészek, tehát ezek benne vannak magában a mozdony kaszniába, nem olyan különálló vagy akár fotomaratott elemek. Aztán ha áttérünk a mozdony elejére, akkor ugye itt látjuk, hogy itt is találkozunk két darab rá öntött kapaszkodóval. Nem tudom, hogy miért tudták ezt az oldalsó kettőt ide felszerelni különálló elemként, és miért nem tudták ezt az első kettőt ide rendesen hasonlóan különálló elemként elkészíteni. Nem tudom, milyen döntés állhat mögötte, ezek bele vannak ugye fémfröccsöntve magával a kasztinak az elejébe. Ráöntött alkatrész itt a szélvédőn, az ablaktörlő lapátunk. Itt annyiban van szerencsénk, hogy a pikóval ellentétve itt az alsó részeit nincs ketté vágva, egy darabbannak tűnik a kis ablaktörlő lapátunk. Lámpákat is egész szépen kidolgozták, ezekre igazániból nincs panaszom. Továbbá, ami nekem nagyon ugye, megütötte a szememet, amikor annak idején a boltban ezt a mozdonyt megnéztem, hogy ott annak a példának itt a szélvédője nagyon elállt, lehet, hogy javított rajta a Trix. Ennek is látszik, hogy egy picit itt nem simul bele teljesen tökéletesen a magába a mozdonykaszniba, de egyáltalán nem zavaró ezen a mozdonyon, úgyhogy én ezt így el tudom fogadni, mint egy kompromisszum. Elől itt a különböző szerelvények, azok szintén itt az alvázba bele vannak fröccsöntve, ez egy műanyag elem itt az ütközőkkel együtt. A pályakotró mind a két végen a mozdonynak áttört, mögötte van maga a kurszkuplunk kinematika, a mozdonyhoz nem kapunk teli pályakotrót, tehát nincs esélyünk arra, hogy az egyik végét alakítsuk át, csak vontatása alkalmasnak, maga a kinematika és itt a pályakotró, ez mindig így fog kinézni, illetve nem kapunk hozzá semmilyen kis szerelvényt, amivel ugye itt a csavarkapcsot és a féktömlőket esetleg ki lehetne cserélni. Mondjuk, mivel ugye annyira bent vannak itt a mozdony kaszniba, ezek nem is prominensek, de azért nem lett volna rossz egy külön alkatrészt, hogyha mellékelnek, vagy megadják az esélyét, hogy esetleg otthon ezt meg tudjuk csinálni magunknak. A mozdony alváza is hasonló jellegű, mint maga a kasznia. A forgóvázon a legtöbb elem az rá van fröccsöntve magában a masztba. Én nem találtam egyébként azon kívül különálló elemet, hogy itt a szekunder rugóknak ez a kis két lelógó része, ez itt a kasznin van, és maga a rugónak meg az alja az itt van a forgóvázon. Maga a forgóváz az eléggé le van egyszerűsítve, nincsenek külön felszerelhető alkatrészek, gyakorlatilag minden, amit látunk, az rá van öntve a forgóváz maszkra. A mozdonynak mind a négy tengelye hajtott, aszimmetrikusan van az egyik forgóvázba egy-egy tengely, ami tapadógyűrűvel ellátott. A mozdony vontatási tulajdonságai viszont nagyon meggyőzőek, gond nélkül elboldogul 6 darab személykocsival a 3%-os emelkedőn. Szép a lassú menete, szépen egyenletesen fut közepes és nagyobb sebességeken is, úgyhogy ilyen téren a Trix jó munkát végzett. Nem vagyok biztos benne, de szerintem ebbe a mozdonyba is az a lifelike alapú hajtás található, mind a Mercury és a Trix mozdonyainak a nagy részébe. Ez egy jól bevált, eléggé kiforrott hajtás egyébként. Festésügyileg még annyit mondanék el a gépről, hogy egész jól sikerült, egy ilyen kis selyemfényű matta mozdonynak a végső finisse, mint mondtam, itt valószínűleg az egész kaszni telibe lett fújva még ezzel a selyemfényű lakkal, mert nem látok különbséget a különböző színeknek a textúrája között. A maszkolások ezen a mozdonyon meglepően jól sikerültek, egyedül itt alul egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon picit nem annyira éles a maszkolási vonal, itt a mozdony elejénél, de itt fönt végig
illetve a tetőnél nagyon szépek a maszkolási határok. Valószínűleg egyébként az utóbbi pár évben, amióta gyártja a Trix, javíthattak a mozdony festésén, mert sok ilyen jellegű panaszt olvastam külföldi fórumokon is, hogy hát bizony eléggé csúnya volt a korábbi kiadásoknak, korábbi verzióknak a maszkolása. A feliratok azok szépek, hozzák azt a szintet, amit egy 2020-21 környékén kiadott mozdonynak hoznia kell. Látszik egyébként ugye rajta, hogy itt az alvázon minden kis apró felirat szépen, élesen, olvashatóan föl van tamponozva. Ami ugye hiányzik, az itt az alvázberendezéseknek a kifestése, illetve feliratozása, ez lemaradt, illetve ami egy picit zavaró lehet, hogy a forgóvázaknak, illetve itt ennek az alváz berendezéseknek egy picit olyan műanyagos hatása van, tehát ide már nem jutott ebből a matt lakból. A kaszni levételéhez 4 darab csavart kell eltávolítanunk, itt a forgóvázakat kell egy kicsit így félrehajtani, és akkor ott van 4 darab csavar. Ha ezeket leszedtük, akkor lejön a kaszni, és elénk tárul a mozdonynak a belseje. A mozdony belsejében egyébként nem találunk egy nagy atomfizikát, tehát gyakorlatilag van egy panelünk, az fogja le magát a motort is. A motor egy ilyen standard Mabucci motor, egy darab lendítőkerékkel, illetve kardánnal viszi át a hajtást a forgóvázakba. Az elektronikai panelje is a gépnek elég egyszerű, semmi faxni nincs rajta, gyakorlatilag a kapcsolható menetvilágítás van, irányfüggő, tehát előre 3 fehér, hátra pedig a 2 vörös fény világít. Külön kapcsolhatóak a zárfények. Egy MTC21-es dekóder foglalattal található meg a mozdony, ebbe egy multiprotokoll dekóder van, ami tudja a Merklin, a Motorola és a DCC szabványt is. Ugye nekünk elsősorban a DCC érdekes, én ugye ott használom, ott viszont sajnos például csak POM módban programozható, Railcomot nem tud a dekóder. A mozdonynak a hangszórója, az itt az egyik oldalt található, érdekes megoldás, egy ilyen nagyon hosszú, ilyen téglatest alakú hangszóró van benne, méretéhez meg elhelyezkedéséhez képest viszont egész korrektül szól, le is kellett egy picit halkítanom a gyári teljes hangerőt, egy nagyjából egy ilyen 25-30%-kal lejjebb vettem, mert zavaróan hangos volt. A mozdonynak a hanganyaga érdekes, hát nem egy Digitools szintű mélységekbe megy bele. Gyakorlatilag, ami nekem furcsa volt, hogy F1-re az állomási bemondások jönnek be, és F2-re kapcsol be magának a mozdonynak ugye az alap üzemi hangja. Én úgy találtam így a videóim alapján, hogy a mozdonynak a menet hangjai azok megfelelőek. Kicsit furcsa, mert nincsenek úgy arányba bizonyos hangok egymással, tehát számomra az alapzaja is túlságosan hangos, ahhoz képest, hogy menet közben milyen hangos a menetzaja. Illetve ugye a különböző ilyen kiegészítő dolgok is szerintem egy picit hangosan szólnak. Külön nem találtam rá leírást, hogy ezeket egyesével lehetne szabályozni, úgyhogy hát ezzel be kell érnünk. A mozdony gyorsítás közben egyébként adja azokat a jellegzetes hangokat, amit ezek a Skoda mozdonyok adnak. Illetve lassításkor is szépen a villamos féknek a hangja hallatszik. Ami nekem egy picit furcsa, hogyha erőteljesen lassítunk, akkor még a megállás után is egy picivel hallatszódik a hang. Ezt mondjuk lehet állítani azzal, hogyha a mozdony lassulását egy kicsit lassabbra vesszük, és akkor lesz ideje lejátszani azt a kis hanganyagot, ami el van tárolva benne. A dekóder egyébként szépen teszi a dolgát, szépen szabályozza a mozdony sebességét,
Nem tudom egyébként a gyártója kicsoda, micsoda. Mozdony használati utasítása erre vonatkozó anyagot nem tartalmaz. Összességében a mozdony szerintem egy nagyon picit elmarad attól, amit manapság ugye az emberek elvárnak, főleg egy ilyen áru modelltől, de vállalható kompromisszumot lehet vele kötni szerintem. Egy jellegzetes hazánkba bejáró napi rendszerességgel megforduló járműről van szó. Megmondom őszintén, hogy az első pár nap tapasztalatai azt mutatják, hogy egy abszolút jól játszható, jól használható modellről beszélünk itt a Skoda mozdony kapcsán. Én ugye ezt a sima gyári festésű, szabvány festésű verziót vettem. Ugye ebből létezik a különböző matricások közül is, ugye a cselogós, de én a standard mellett döntöttem, ugye a matricás mozdonyokat én annyira nem szeretem. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok nektek!